Na, és csak ipari mennyiségű keresést követően sikerült végre eljutnom egy olyan helyre, ahol talán, az előbb már észrevettem, de most megint elvesztettem, talán sikerült végre találni azt a nyüves növényt, amit keresek. Közben itt ilyen írdatlan izé van, szörny razzia, tehát na azt talán, ez a vacak, szerintem ezt keresem, mintha ez lett volna azon a képen, csak az a baj, hogy itt nem merek kiszállni, mert ezek leharapják a fejem. Kicsit ilyen spoiler warning, hogyha valaki nem akarja tudni, hogy ez hol van, akar annyit szívni, mint én, akkor ne nézzen ide. Elvileg az F1-jel kirakható a képre az aktuális koordináta. És akkor itt van, hogy kamera world position 360, minusz 156 és minusz 552. Tehát ezen a koordinátán tudja mindenki megtalálni ezt a vájatot, vagy mélyedést, vagy barlangot. Itt valami hajóroncs van, vagy valami ilyesmi, és az alá sikerült bejutnom. Szeretnék egy ilyen gyökért elriasztani. Kicsit támadjál már meg, hogy lesokkoljalak, és aztán lehetőleg menjél el innen a francba. Na gyere! Szevasz, köcsög! Rohadjál szét! Azért ezek kicsit túl vannak tolva, ezek az ilyen, nem tudom, rágó lények, vagy mi a szarok. Miért nem süllyed lefelé, nyomom lefelé. Na, menj már le! Na jó, mindegy, megfordulunk. Eleve ki kéne találnom, hogy ez tényleg az, mert ha nem, akkor jól jártam. Elvileg kell egy kés. Közben ilyen izék vannak itt. Aztán még nem sikerült rájönnöm, hogy mikor szállok ki a izéből egyből, és mikor nem. Nagyon boldog lennék, hogyha ez az lenne. Igen, ez idáig jó. Ó, hogy 2 egész darabot kaptam? Ő, de jó, meg kell, vagy 40. Na jó, de legalább már sikerült elkezdenem szerezni. Jó, hát szóval ezen a koordinátán ilyen nem túl bizalomgerjesztő helyen lehet ilyet gyűjteni. Én most ilyen 3 kocsis kamionnal vagyok, van egy kraftolókocsi és 2 tárolókocsi, és ezt megpróbálom maxra feltölteni ilyen növényekkel, amennyit csak itt össze tudok szedni, mert ez most több mindenhez kéne nekem, azt hiszem ruhához is, fejlesztésekhez is, úgyhogy lootolgatunk. Srácok, találtam egy ionkockát. Azért az úgy elég kemény. Továbbra is itt vagyok ezzel a roncs alatti bejáratnál, ahol sikerült így elkezdenem találni ilyen spirálokat. Itt vannak ilyen igen érdekes képződmények, ez itt valamilyen épület darab. Jajajaj, mindjárt elkezdre csegni, ropogni a cucc. És akkor ott van valamilyen idegen építmény, a korábbi verzióban is voltak ilyenek, és ebből sikerült ilyen ionkockát kiszedni. Az a baj, hogy eddig egyetlen egyet, azt hiszem ez kellett ahhoz az ion tárolóhoz, ami ilyen több bejáratú táska, ilyen dimenzió táska, hogy kb. Mindenhonnan kinyitom, úgyhogy ebből túl sokat azért nem fogok építeni, nagy eséllyel. Na jó, hát nem áll olyan rosszul a helyzet, elég sokat sikerült felszednem, már a inventoriba is van, ugye itt az első kocsim az a kraftoló, és itt van két további tároló kocsim, tehát egy 10 darabot kb. Ebből biztos sikerült összeszednem, vagy akár egy picit többet is. Ennek az ion kockának meg extrán örülök. Úgyhogy szerintem elindulok vissza a bázisra, és megpróbálom akkor ezt a mélységmodult, ezt a 2-es számú mélységmodult legyártani, meg ezt a hiper szuper búváruhát. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Még azért kifelé menet próbálok farmolgatni. Az az érdekes, erre nem mernék megesküdni, de úgy tapasztalom, mintha ez a plusz bővítmény hozzáépítésednél a kis tengeri kamionnál, ez változtatna a sebességén is, tehát nekem lényegesen lassabbnak tűnik, mint korábban, meg mintha változtatna a fogyasztásán is, mert 100%-ról indultam otthonról, én úgy emlékszem, hogy egy csomót mentem korábban egy teli energiacellával, illetve 2-vel, de most a 66%-on van, úgyhogy alig mentem lényegében. Amióta feltöltöttem, és az a vicces, hogy ugye ebből az energiacellából én most még nem tudok töltőt gyártani, tehát ezeket újra és újra le kell gyártanom, ezeket az energiacellákat, elemet már tudok újra tölteni, de energiacellát még nem. Úgyhogy nem feltétlenül biztos, hogy fogok én még ehhez hozzáépíteni, nem tudom mennyi a limit, lehet, hogy eleve 3, de nem biztos, hogy fogok még hozzáépíteni, mert rohadt lassú lesz, és nagyon fogyaszt, tehát én így tapasztalom, aztán lehet, hogy tévedek, de szerintem lassabb és többet zabál. Na, gurulok vissza a bázisra, aztán ráfordulunk majd a célra, mert azért természetesen letettem egy ilyen jelzőbóját
oda is, ahol ez a lelőhely van, mert egyelőre ezt elég nehezen találtam meg, tehát uppáré, pattant a szélvédőn egy bogár. Szóval, hogy ezt elég nehezen találtam meg, viszont amit még továbbra sem találtam, az a magnetit, vagy valami ilyesmi, ez a mágneses anyag, ami szintén egy csomó mindenhez kell, úgyhogy erre majd még rá kell feküdnem, hogy ilyet sikerüljön szereznem, és a pár pillanat és visszaérünk a bázisra, és akkor ráfordulok, megmutattam, hogy ott az indító kapszulánk, tehát nem túl messze ettől építettem ugye az első bázisomat, hát olyan nagyon bázisnak nem nevezném, mert egy ilyen két kapszulás tákolmány, de nekem egyelőre oké, illetve most a száraz dokkot elvileg tudok építeni, úgyhogy majd mindjárt meg is próbálom. És akkor elvileg, ne gyertek már nekem állandóan, oda tettem le a spirálnövényes jelzőt, tehát ez elvileg délkeletre a kiindulási pontunktól, ettől a podtól, ettől a mentőkabintól, és egy ilyen 864 méterre kb. Délkeletre, úgyhogy aki szeretné ezt így megtalálni, tehát az iránytűt ezt viszonylag hamar meg lehet építeni, és akkor az alapján tud tájékozódni. Na én meg nekem most be kell pakolnom ezt az ipari méret mennyiségű cuccot a bázisomra, ez nem lesz egyszerű, tele van kb. Két szállítókocsi, nem kéne összetörnem a járművet, ezek ilyen dögunalmas részek, úgyhogy ezzel senkit nem traktálok, majd az izgalmasabbakkal, amikor új dolgokat kraftolunk. Na visszaértem a bázisomra, és összelapátoltam magamnak akkor ehhez a két fontos cucchoz a nyersanyagot, amit szeretnék megcsinálni. Elsősorban ugye ez a vízszűrő ruha, ami elvileg végre meg tudja azt oldani, hogy hát ezek szerint nem leszek szomjas, vagy legalábbis pótolom a szomjúságot valamilyen módon, erre eléggé kíváncsi leszek. Illetve ugye kell ilyen fejlesztő, hajófejlesztő modult építenem, mégpedig ezt. Ezt nem nagyon tudom, hogy hol tudom legyártani, nem emlékszem, itt talán. Hát a kettest azt nem. Akkor ahhoz gondolom, hogy meg kell építenem a száraz dokkot, és a... Ezt hol tudom, azt nem írja ki, hogy hol tudom. Megnöveli a biztos merülési mélységet, oké, ez nagyon szuper, csak ezt hol tudom legyártani. Megnézem akkor, itt van nekem ugye ez a... kis járműépítő konzol, hát ha ebben, de itt tartok tőle, hogy itt csak magát a járművet tudom megépíteni. Igen, hát elég sok minden kinyílt, egyébként nagyon jó pofa, ugye a lépegetőnek is kezdem gyűjteni az alkatrészeit, és ami a legviccesebb, hogy van ilyen dokkoló modul, ezt a legvégére, azt írja, hogy a legvégére lehet föltenni a kis tengeri kamionnak, és akkor rá tud dokkolni egy ilyen lépegető. Tehát, hogy ez egy ilyen abszolút mobil kitermelő állomássá tud így változni ez a dolog. Hát viszont az a baj, hogy fel kell építenem a száraz dokkot, amit nem tudok. Ja, közben fejlesztettem a bázisomat. Itt a száraz dokk, ez nincs kész, mert ide kéne még egy ólom. És elfogyott az ólom a készletemből. Ez volt az alap, ez a két épület. Tettem még ide egy ilyen dokkolót, ezt még megmutattam, ez nagyon jó pofa, hol van. Ide egy ilyen emelvényt szeretnék, egy ilyen megerősítést, de ezt sem tudom megépíteni, mert ehhez is ólom kell. Ez egy ilyen irányító központot tudjuk menedzselni a bázist, ilyen üvegtetőt szeretnék ide, de azt sem tudom, mert ahhoz is ólom kell, meg minden egyéb őrület. És oda, hoppá, kiugrok az űrbe, ide beraktam ezt a kamiondokkolót, ez nagyon vicces, így bemegy előre, és aztán úgy befordul jobbra. Ja, és igen, rájöttem, hogy az egy dolog, hogy nem tudok energiacellát tölteni, ami van a kis járművembe, viszont ez föltölti. És ugye itt van ilyen bioerőművem, amiben halakat pakolok, és energiával ellátja az egész bázisomat, és akkor az meg szépen föltölti a kis tenger alatt járót. Szóval nem állok olyan túl jól, de legalább egy pár dolgot már építettem. Ez a nagyméretű helyiség, ide is majd telepakolom, ide még szeretnék majd olyan hőerő, nem hőerőművet, azt hiszem nukleáris erőmű talán, ami volt. Kicsit hektikus az egész, mert elég szarú volt itt platform, amire építkezhettem, de mindegy, majd megszokom. Lényeg az, hogy most el kell mennem ólmot vadászni, és aztán ide majd még, ide is akartam még egy szállító raktárkocsit, és esetleg a végére akkor egy ilyen dokkoló modul, de ahhoz is ólom kell, úgyhogy most teljesen kifogytunk az ólomból, megyünk ólmot vadászni, és akkor utána fogom tudni megépíteni a mélység modult, mert ahhoz már kell a szárazdok, és kell a módosító állomás. Na, közben rájöttem, hogy nem kell ám nekem a szárazdok ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni, mert hogy itt van nekem ez a módosító állomás, és ugye itt lehet fejleszteni.
ezeket az eszközöket, úgyhogy ezt nagy gyorsan le is fejlesztem a második szintűre. Aztán kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle, és hát a harmadik szintűre nem tudom, mert ez a kianit, ez nem tudom mi, de ezzel nem rendelkezem. Nikkelért még lenne három, de ez a kianit, ez nem nagyon. No mindegy, hát ezzel is azért lényegesen előrébb leszek, majd mindjárt visszaszerelem, aztán kiderül, hogy meddig tudok lemerülni. Közben nagy nehezen sikerült szereznem egy kis olmot is, és be tudom fejezni elvileg a dokkot. Most úgy ettől függetlenül, hogy már nem feltétlenül van rá olyan észveszélytően szükség, mármint persze szükség van rá, csak nem ehhez a fejlesztéshez. És van nekem még olyan, amit ide meg kéne építeni. Most elvileg már minden fontos van, ezek ugye csak szerkezeti elemek, ezt mondjuk fölépítem ide alulra, tehát ilyen közlekedők. Ilyenem van, ebbe tettem azt a bio erőművet, ilyenem van, ez volt az első irányítószobám, kb. Ezt most építettem, ebben állok. Hát ilyenem nincs, de nem halok bele, ez ott a bázisom túl végén van, majd megmutatom, egy ilyet is csináltam, ez az üvegtető, ez még nincs rá kész, de majd kész lesz, bejáratokat is csináltam, megerősítőket is, meg ezt a kamion dokkolót is. Hőerőművem még nincs ide, fölösleges építene, mert nincs elég meleg, tehát ez itt nem nagyon termelne semmit, még napelemet maximum teszek a tetőre. Bioreaktora egy ugye van, járműfejlesztő konzol, ez kell most nekem. Nem tudom, melyik oldalra tegyem. Hát, jó kérdés, szerintem ide fogom. Már csak azért, mert ugye az nagyjából abba az irányba megakadályozza a további fejlődést. Titán, chip és részvezeték, azokat majd mindjárt hozom. Jó, és akkor egyébként, hát kb. Minden van. Dobozokat csináltam, gyártókat csináltam, módosított, elemtöltőt, stb. Szóval amivel rendelkezem és gyártani tudok, azokat nagyjából megcsináltam. Úgyhogy hát kell mennem, és most a következő, hát még továbbra is olmot kell majd kicsit szerezni, meg ilyen magnetit, ami nagyon kellene nekem, mert az kb. Nincs semmi. Na itt van ez a dokkoló, ez a kamion dokkoló, így behajtja ide balra ezt a kis cukit, és akkor így végiggyalogolható az összes fülke, és ki lehet szépen lootolgatni, és akkor az feltölti a power-t. Most direkt azt csináltam, volt nekem két lemerült energiacellám, az egyiket beraktam, hogy töltse föl, majd most kíváncsi leszek, hogy mi az állapot. Beülök, és akkor így elkezd visszatolatni, elárasztja vízzel, és akkor így szépen kitolat a dokból. Nagyon cukin ki van találva. Jó, hát akkor ez idáig megvan, és akkor nagyjából befejeztem ezeket a félkész modulokat, viszont akkor most arra leszek kíváncsi, hogyha berakom ezt a most lecraftolt bővítő modult, akkor meddig fogunk tudni menni? Azt hiszem alapból 150-ig mentünk, az első szintű bővítő modullal 300-ig, és ha jól láttam, akkor ez most 650-et írt. Azért az már nem rossz. Most pont volt egy-két olyan hely, ahol ez kifejezetten 650, szuper. Kifejezetten hátrány volt ez, hogy nem tudtam lejjebb menni, most már azért így jó mélyre le tudok vele menni. Következő majd az lesz, hogy még építek ilyen kis teherszállító modult, és akkor még több szajrét tudok összeszedni. Közben meg ez a búváruha, ez jó pofa, ilyeneket termel. Tehát ez 20-at hozzáad a szörnyűségemhoz, az elég király, mert egyébként amit kraftolok vizet a lényegből, az is csak 25-öt. Mondjuk itt van egy kis penalti, mert az éterre meg mínusz 3-at nyom, de az meg egyébként nem nagyon érdekel, mert hőpengével lecsapok egy-két halat, és ezt egyből meg tudom enni. Szóval lényegében egy kicsit arra törekszik a játék, vagy azt segít nekünk megoldani, hogy kicsit így függetlenedjünk a környezettől meg a bázistól. Tehát lényegében ezzel a hajóval, ezzel a kamionnal rengeteg cuccot be tudunk pakolni, tudunk kraftolni, tudunk tárolóegységeket használni nagyon jól, jó nagy számban. És hát ugye itt eleve tudunk kraftolni a kis hajóban kaját, piát, de most már kb. Ez se szükséges, mert csinálja a ruhánk, illetve hőpengével meg gyártunk menet közben kaját, úgyhogy na megyek, keresek még mindenféle nyersanyagot meg receptet. Na most én elég durva területre sikerült érkeznem, mert nem ezek nem fognak kinyírni, mert egy csomó ilyen medúza lebeg itt. Itt végigjöttem, próbáltam, hogy ne kavarodjak el, így végigjöttem bal oldalra is, meg hoppá, ez itt valami szárazföld. Végigjöttem bal oldali irányba, meg jobb oldali irányba is a sziklafal mellett, és ha úgy jöttem végig, mármint a gletszer, tehát ez a jégsziklafal mellett, és hogyha úgy jöttem végig a gletszerfal mellett, hogy a jobb oldalamon volt,
akkor egy idő után egy ilyen barlangszerű képződményen jöttem át, és ez van a túloldalán. Tehát itt valami szerintem lesz kint, ott egy létre. Hát remélem ezek addig nem zúzzák le a hajómat, amíg visszajövök. Én ide most így beparkolok. Lekapcsoljuk a lámpát, hát ha zér valamit. És akkor nyomás kifelé. Hát ez tök jó, beparkoltam ide. Szóval, hogy végigjöttem a Gletscher, de itt lehet, hogy már voltam az elején. Nem itt ugrott a fejemre az öreg asszony. Ja, itt meg fogok fagyni, nem nagyon kéne gondolkodni. Szóval, hogy... Nem, itt nem voltam még, itt zárt ládák vannak. Kéne majd valami hőtermelő olyan növény, vagy... Ez mi ez a gőz? Ez megéget? Ez mi? Hógolyó, hagyjál már békén. Mészkő kinövés, ez itt nincs. Ez mit csinál? Semmit, francba. Itt fogok elpusztulni. Jajajaj. Szóval mindegy, hát itt körbe szaladgálok, azt hiszem talán nem olyan nagyon rég mentettem. Hókúp. Az nagyon jó a hókúp. Csak nekem kéne valami hőkúp inkább. Így de csúnyán meg fog dögleni. Kérek valami hőtermelő egységet, léci gyorsan. Ez mi? Ez se az. Hát ez... Oké, mindjárt elpusztulok. Most nem nagyon tudok figyelni. Miért nincs itt valami, ami hő... Na, itt most valami van. De jó. Bejöttem a barlangba. Hú, hát ez meleg volt. Illetve pont, hogy hideg volt. Na jó, hát itt körben járkálok, körbenézek. Csak lesz már itt valami, amit még eddig nem találtam meg. Azt hittem, hogy ez ugyanaz a terület, ahol régen az öregasszony rámugrott a robotjával, de nem. Hú, ezek lények támadnak? Ha! Szóval, hogy nem, mert ott nem ilyen jellegű épületek voltak. Micsoda? Erős paprika? Hát ez hülye. Ja, és ez mindenhez hozzáad. Ételhez is, meg a szomjúsághoz is javít. Az elég érdekes, ez erős paprika javít a szomjúságunkon. No se baj. Jajaj, ez mi? Hologram. Hát akkor viszont majd még... Ja, hogy ezt még le se szkenneltem. Szóval, hogy itt jó körbe kell néznem. Hát, ha lesz már végre valami rohadt nyersanyag. Magnetitet szeretnék nagyon, de lehet olyan... Ez mi? Ezüst. Na, az se rossz. Olyan formában, amit nem csak azzal a járó robottal lehet kitermelni, hanem így fölvehetek, mert nagyon kéne. Tehát ez kb. Még soha nem volt olyan nyersanyagom ebben a játékban. Jó, hát itt mászkálok, aztán csak lesz valami. Igazából az a jó, hogy most vissza-vissza tudok szaladni ugye a hajómhoz, és ez mi a lótüdő? Titán? Hát azt mondjuk olyan nagyon nem kell. Akkor ezek szerint így be vannak itt szorulva a nyersanyagok a kövek közé, akkor majd úgy kell figyelnem a izét is. Ott mekkora bázis van? Iha, hát ez egy elég jó terep. Na jó, szerintem menjünk vissza, kiürítem az inventorimat. Jó alaposan átjárom ezt a bázist, szóval az a jó, hogy most ugye, hát még így nem is elég nagy, tehát még egy kocsit mögé kellett volna szerelni, de így legalább most azért vissza tudom hordani ide a kis mobil bázisomba a cuccot, és lényegesen több mindent el fogok tudni innen vinni, mert kb. Úgy mostanában lenne tele az inventorim, aztán buknám az egész sztorit, de így most nem. Na erre is nem is jöttem az előbb, és itt is van valami móka. Ez micsoda? Ösvénykutató. Ezt engem nem nagyon érdekel. Még ami egy kicsit idegesít, hogy nincs meg nekem, az a lézervágó, abból már három receptből kettő megvan. De a harmadik még hiányzik. És ez eléggé bosszantó. Úgyhogy hógolyó. Ja, az előbb fölvettem egy hógolyót, nem? Azt dobjuk már a francba. Oké, na jó, szóval kipakolom a cuccot, aztán keresgélek tovább. Na ide érkeztem ehhez a bazi nagy kapuhoz. Ezt nem tudom, hogy kell... Ja, nem is kell kinyitni. Azt hittem, ez csak egy ilyen üveg rész. Na, megint itt lesz biztos az öreg asszony, azt most már agyonüt, hogy miért nem hagyom békén. Na, de itt legalább nem fagyok meg. Hát itt nem tudom, mi történt. Ez valami... elpukkant bázisnak tűnik. Rengeteg doboz van.
annyi vizet kapok, komolyan mondom. Jézus Mária, mekkora terület. Hát igen, loot az van bőven. Ez engem olyan nagyon nem érdekel, nyersanyagot szeretnék. Semmi új nyersanyagot nem sikerült egyelőre találnom. Igen, tudom, köszi, ilyet tudok gyártani, ezzel nem sokat érek. Itt a kis cuki izémmel szoktam világítani. Hát azért ide bekukkantunk majd mindjárt. Még itt is összeszedjük, amit lehet. Elem. Nem tudok leszkennelni egy targon. Nézd már! Sarkirókai javítóállomás töredéke. Hát egyelőre még a sarkirókát se tudom megcsinálni. Adott meg technológia feloldva. Egy receptbe? Ez nagyon dicséretes, csak még egyelőre ezt a járművet nem tudom megépíteni, de akkor viszont alaposabban körbenézünk, hát ha lesz még annak itt receptje. Na itt a bázisban ilyen jó pofa dolgok vannak. Fűtőruha töredék. Érted? Adatbankbejegyzés feloldva. Most akkor egyből lesz fűtőruhám? Még egy csomó ilyen bútor, egy csomó információs lemez. Szóval itt van ám minden dögivel. Fűtőruha. Na, ilyen lemezek is vannak itt, szóval, hogy húha, tele leszünk tudással. Nagy üveg víz. Ekkor gondolom elég sok jeges területen át kell menni, hogyha fűtőruhára lesz szükségünk. 11 dolgot, ja nem, az az inventorim, 7 dolgot oldott fel, ja oké, abból 2 ágy. Köszönjük szépen. Sarkirók a javítóállomás, ez nagyon jó, csak a sarkirókát is fel kéne hozzáoldani. Nagy kapacitású oxigéntartály, annak is örülnék. Lóerőfejlesztés a kis lomhajárművembe szintén nem ártana. Lépegető, sincs még sehol. Sarkiróka, sincs még sehol. Lézervágónak nagyon szeretném a harmadik receptjét. Fűtőruha kesztyű, fűtőruha sisak, fűtőruha sarkvidéki cserkésző prém. Miről beszélsz? Ez nagyon jó. Az volt annak a nőnek az állata. Ó, de király. És hogy ott honnan kéne szereznem? Remélem, itt lesz valahol egy ládában, mert nem szeretnék sarkvidéki cserkészőkkel harcolni egy késsel. Ó, yeah. Itt van ilyen energiacella töltő. Állatira örülnék, ha ez is egy darabos recept lenne. Tartok tőle, hogy nem az lesz. Ilyen ládám már van. Hát szóval itt jó alaposan körbe kell nézni. Póster, ezek nagyon fontosak. Termosz. Na, tök jó, van már termoszom. Az a baj, hogy úgy tele lesz az inventory mindjárt, hogy csak úgy pislogok. Hát ilyen elég durva barlangok vannak itt. Nem tudom, itt megszállták az űrlények a terepet. Ezt az egészet így, ahogy van, egybe leszkennelem. Hát akkor légy szíves, nyissál már ki nekem még vagy 400 építhető tárgyat. De természetesen ilyen magnetit az nincs. Réz, ezüst, de azt soha a büdös életben nem fogok találni. Ilyen ionkockák is voltak most szerencsére egy pár. Egyet-kettőt találtam már. Nem tudom abból miket fogok építeni, de majd valamit építek. De hát ez valami űrlénybázis. Na, még egy kis réz, ezüst. Jó, hát az ezüst sem rossz egyébként, ha van, mert amúgy így vadászni kell állandóan. De itt még van, ami csillogott. Jó, az csak a jég. Hát igen, szóval van itt loot bőven. Kicsit ritkább nyersanyagnak jobban örülnék. No jó, hát van 400 ilyen barlang helyiség itt. Össze-vissza bolyongok, 28-szor eltévedek. Viszonylag gyakran visszahordom az utcaimat a hajóba, és próbálok mindent feltérképezni. És igen, a 875.000. szobában megtaláltam a lézervágónak az utolsó darabját, Alien, Alien. És találtam egyébként az előbb egy kis... Ez jó az a lézervágó, mert csomó helyen van olyan, ahova nem lehet bejutni. Mondjuk egyelőre még nem nagyon találtam ebbe a játékba, de amúgy a másikba volt. És találtam, ott végül visszamentem abba a bázis
bázisba, ahol az előbb voltam, ebben a robot bázisba. És hátul középen, majd mindjárt mutatom, hogy hol találtam 5 darab titánt, csak már visszavittem a hajómba. Nem túl könnyű ám találni azért ilyen titán darabokat itt, de legalább már van egy pár darab. Illetve még egy ilyen sarkiróka töredéket is leszkenneltem, tehát az nem is tudom hanyadik. Nagyon örülnék, hogyha az is a... Elég sokat mutat. Ion energiacilla, ion akkumulátor, minden víztisztító tábla, olyan dolgokat fedeztem fel, hogy bepuppantás, itt a lézervágó. Hát ez még mindig nincs meg teljesen. Úgyhogy ahhoz még egyet majd találni kell. Szóval itt volt, azt hiszem valahol itt, talán itt volt 5 darab cucc, azokat fölvettem, itt a kis bázis mögött, de nagyon jó fej, tehát még bázison belül is, vagy ilyen barlangon belül is elrejtő, hogy nehogy megtaláld már. Ezt tudom, hogy nem túl szofisztikált, hogy én ez a búvárhajóval világítok, de nem csináltam elemlámpát, úgyhogy kicsit olyan, mint egy ilyen hosszabbítóval vinnék egy csillár, de hát mindegy, ez van. Na jó, mentünk, aztán itt balra volt egy olyan hely, hát ha onnan jöttem, ugye ott a hajóm, illetve ott a hajóm, de hogyha a hajótól jövök, akkor jobbra. Kb. Itt még nem voltam, az micsoda. Mindegy. Szóval, hogy itt volt valami létra valahol. Arra szeretnék még elmenni, gondolom az nem véletlen, ott egy létra. És itt ilyen sziklapárkányokon kellett ugrálni. Nem volt túl megnyerő, mert ilyen repedések vannak, majdnem leestem. És... de itt is egy létre, nézd meg. Most akkor följövök, hogy lemenjek. Ott van valami láda. Hello, Leo. Ne harapjon senki belém. Kaja! Az mondjuk nem hátrány. Jaj, ezek a vázás virágok, ez nagyon jó, hogy itt vannak, csak nem tudom minek. Tehát ezt valami tábla, elolvastam ezt a táblát, hogy ez itt jeges víz. Hogy valami izét tudok csinálni vele, ivóvizet, de nem tudom minek, mert itt annyi víz van, hogy nem igaz. Tehát, hogy itt minden ládába vizet talál. Na ez mi? Ezüst. Ilyen repedéseket kell folyamatosan keresni, úgy látszik itt ez a mániája, hogy ilyen repedésekbe teszi a szajrét. Hát jó, és amíg itt végignézem az összes repedést, de jó fej, hogy csak 400 ilyen izét tesz, és le fog merülni a robothajóm. Nagyon diszkrét, ahogy ezzel világítok. Na jó, hát szóval igen, ez nem annyira nagyon izgalmas ezt itt végignézni. Ez micsoda? Semmi. Arra meg nem tudok elmenni, akkor Zsák utca, akkor a másik irányba kell mennem. Fél pillanat és eljövünk erre is. Remélem nem omlik a fejemre a barlang. Meg remélem, hogy nem jön majd ez mi? Semmi. Itt, na, ezüstérc. Hagyjál már ezzel az ezüstérccel, komolyan mondom. Itt elég rossz érzésem, hogy mindjárt valaki seggembe harap. Ez egy ilyen medve barlangnak tűnik, vagy nem tudom. Na. Kést rántunk. Mentsünk egyet. Hát ez a magnet itt azért ez egy kicsit túl van tolva. Merre menjek? Mondjuk erre. Mi ez? Jaj, beszartam. Ez egy csontváznak tűnt. Jó, veszünk egy kis paprikát. Jaj, eltettem a kést. Ez a hang. Jézus Mária! Jézus Mária! Bakker! Ez az a, űrkutya. És ezt ezzel a késsel kéne lekaszabolnom? Hát ez egészen nyerő ötletnek tűnik, inkább húzzunk el a francba. Meg fogom próbálni nyilván, mert muszáj. De mondjuk legalább egy mentés után. Ezt nem gondolja komolyan egyébként, hogy ezzel kéne ezt legyilkolnunk. Hát jó, mondjuk maximum van a HP-m, de hát az se ér szar se szerintem. Aha, hát semmi, meg se tudom csapni késsel. Ja, meg tudom csapni, csak mondjuk nem az arcába kéne rohanni. Hol vagy? Hát figyelj, és ahhoz képest egész keveset sebzett. Na de ebből nekem lootolnom kéne olyan izét, nem?
volt olyan valami recept ahhoz a hőruhához, azt hiszem ebből ki... Na, de nem ez hógolyó. Hát hogy tudok ebből lootolni? Sehogy. Na, pukkadjál meg. Jó, hát akkor mondjuk egy első segédcsomagot azért nyomjunk be, meg egy ilyet is. Meg mentsünk egyet. Hú, na, hát az első ilyen szörnyt szülött szart is kinyírtuk. Ezüst hagyjál már, az mi? Réz, egyre jobb. Jó, mondjuk itt van egy csomó nyersanyag, csak nem az, ami nekem kéne. Most nem akarom megint feltölteni az inventorim, majd kifelé fölvesszük, ha nem lesz más. De itt van, ez az. Na nézd már, közben megfagyok, nem? De ezt úgy szeretem, hogy olyan jó tesz ide, hogy ne tudjam fölvenni. Na, előbb rá talált. Jó, na hát szóval akkor itt ez lesz a megoldás. Majd, illetve hát még egyszer akkor kirakom a képernyőre a koordinátákat, vagy nem még egyszer, hanem most. Ott van ez a camera world position, 1429.31 és mínusz 680. Tehát, hogy vedd már föl, te nyomi. Tehát, hogy még egyszer az történt, hogy mentem, hát ide érdemes lesz visszajárni. Nem tudom egyébként ezeket visszatölti-e, de ha igen, akkor az egy elég jó ilyen Treasure Island. Szóval, hogy mind a két irányba elmentem a Gletscher fal mellett, jobbra is, meg balra is. Már úgy értem, hogy balra volt tőlem a Gletscher fal, meg jobbra. Balra nem emlékszem, hogy bármi nagy csodát találtam volna. Viszont mikor úgy jöttem, hogy Jézus Mária. Mikor úgy jöttem, hogy jobbra volt tőlem, akkor eljutottam egy ilyen jeges barlangba, azon végigmentem, és akkor túloldalán ilyen óriás medúzák úszkáltak, és azon keresztül jöttem, és akkor ez volt a túlvégén egy kis kikötő, ilyen kis létrával, és akkor itt rengeteg ilyen barlang rendszer. Hát azért kb. Ennyi, szóval ez a magnet itt, ez azért nem egy ilyen piaci termék, de itt is van még. Na, hát szóval azért amennyit lehet, azt összeszedünk az összes létező morzsát, akkor is, ha a játék úgy akarja, hogy nem. Jó, hát szóval ide érdemes mindenkinek elküzdenie magát, aztán itt felszedni mindent. Ú, és giga nagy mázlim van, kijöttem a barlangból, ahol legyaktam ezt a macit, és itt az utolsó darab ennek a cuccnak is. Úgyhogy tök jó, ezt is fogjuk tudni gyártani. Na jó, hát szerintem ebből a jeges kalandból itt ezen a szigeten most már elég, mert már így is így a bepuppantás határán állok. Annyi minden szörnyűség volt itt, úgyhogy hát most csak vissza kéne mennem a egérkamionhoz, és 500 méterre van, tehát egy fél kilométert eljöttem tőle. Azért az nem olyan nagyon megnyerő, fölmelegszünk. És akkor visszafutunk odáig, aztán irány haza a bázis, és feldolgozzuk ezt a sok új nyersanyagot, meg a sok új élményt, amit szereztünk.